kiteszik ezt a kis táblácskát majd a házfalára, és azért azt is elmondom, hogy az oklevél mellé egy 20 000 forintos óvis ajándékutalványt, amit hát vélhetően a kertre fognak fordulni. Lezárult a Gondos Gazda Virágos Porta című pályázat, a versenyt hosszú kihagyás után 2022-ben indította újra útjára a Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport. Ebben az évben 13-an jelentkeztek, hogy megmutassák kemény munkájuk gyümölcsét. És az ő ajándéka pedig egy 50 000 forintos vásárlási utalvány. Mi köszönjük, gratulálok! Szélesné Max Rita vehette át az első helyezésért járó elismerést a családi ház kategóriában. Azt mondja, nem egyszerű feladat egy szép kert fenntartása, hiszen azt minden nap ápolni kell. Nem én indultam, tehát a férjem és a lányom meglepetésből regisztráltak. Azt mondom, ha valaki örömét leli benne, akkor ez igazából, de tehát azt mondom, hogy majdnem, hogy mindennapos. Igazából főleg így nyáron, a latyolás, egyebek. Nagyon örültem neki természetesen, mert úgy láttam, hogy ugye nagyon aranyosak voltak a zsűritagok, és láttam, hogy ők is jól érezték magukat nálunk. Családi ház kategóriában második Józsa Dénes, harmadik Srik László nélet. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk a szemlebizottság tagjaival együtt, mert hogy tavaly 8-an jelentkeztek erre a versenyre, és az idén pedig 13-an. Ezt mindenképpen sikernek érezzük, és sikernek könyveljük el. Nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy a Facebookos megjelenése ezeknek a gyönyörű kerteknek, miután megnéztük őket, akkor azért az embereknek talán felkelti a figyelmét és az érdeklődését, és akkor a következő évben úgy gondolják, hogy ilyen az enyém is van, nekem is kéne jövőre pályázni, úgyhogy erre számítunk jövőre is. Csodálatosak voltak. Ahogy mondtam az elején is, igazából az látszott, hogy mindenki gondos gazdája a kertjének, a portájának, annak a környezetének. Az, hogy kinél mennyi virág van, hogyan oszlottak meg a növények, az nyilván ízlés kérdése is. De én azt hiszem, hogy valamennyien megtették azt, amit azért az adott kertért meg lehet tenni. A zsűrizésben egyébként Mercel György kertészmérnök is részt vett. Mi úgy hívjuk, hogy a város kertésze, mert hogy ő mindig mindenbe tud tanácsot adni. És Sücné Víg Mária, aki hosszú-hosszú éveken keresztül volt a virágboltba eladó, és így nyilván azoknak a növényeknek az ismerője is. És hát az ő szép érzékére ugyanúgy szükségünk van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon reális értékelés született, hiszen egyébként, ha lezárjuk a szemlézést, akkor utána nem bízunk semmit a véletlenre, hanem akkor összejövünk, és egy délelőtt folyamán megtárgyaljuk, hogy mégis azok alapján a mi általunk kigondolt rendszerek, pontrendszerek alapján kit hova tudunk elhelyezni, és hogyan tudjuk megállapítani a megfelelő sorrendet. A program nem titkolt célja Tolnaváros összképének javítása is. Az idén viszonylag kevesebbet tudtuk végezni, hiszen az első évben, amelyeket megállapítottunk, illetve elkezdtünk, azok az idén folytatódtak. Most annyi történt, hogy még a főtéren, illetve a főutcán az üzletek előtt kicsit bővítettük a virágládáknak a sorát, de nem szeretnénk most előre szaladni, mert a toppos pályázatok kiíródtak, és ennek keretében egyfajta városközpont fejlesztés, illetve parkfejlesztés is szóba kerül, és én azt gondolom, hogy ennek nem kéne elébe menni, nehogy aztán úgy járjunk, hogy valamit előre megcsinálunk, és utána felülírja azt mondjuk majd a terv. Úgyhogy egy picikét most visszafogtuk magunkat pont a toppos pályázat miatt, de folytatjuk a faültetési programot úgy, hogy a faültetés után, erről már beszéltünk egyszer, azt hiszem egy másik interjú kapcsán, örökbe fogadtak a szülők gyerekek fákat, és hát ez is szépen beindult. Most fogjuk még a táblákat kihelyezni a jelentkezések alapján még két, nem három utcába. Társasház kategóriában Mohai András kapott díjat, egy külön elismerést is átadtak, amit családi ház kategóriában Rül Gizella vehetett át. A nyertesek oklevelet, gondos gazda virágos porta táblát és ajándékutalványt kaptak, valamennyi indulónak emléklappal köszönték meg a részvételt.